Trono V. Opa, skin ale kato tutto. La 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 la. E su aereo cosa era dovuto? Vabbè, forse il video è se drift un po'. Fel che mi drift handling jelen. Ma nem súly autó. Csak tetszik, csak. Ja. Sok a reagálás effektel meg ilyen. Ez is semmi. Ide ér az SS. Gec. Szerintem beülök ide. Hanzó, hamar ide jött? Ja, jobb, hogyha beülök itt. Aj, faszom. Na, várjuk az SS-t. Úgy csak szép ez az autó. Csak jól néz ki. Csak hát lefüstölt kicsit súnyán. Az se eses. Nem. Hol a eses? Eses, gyere. Gyere, eses, gyere. A Balatóban válasz. Gyere, eses, gyere. A Balatóban szól már a zene. Ja, nagyjából. Freja meg itt alszik mellettem. Félig. Ahol csak félig alszik. Ha kimondom a nevét, akkor egészen felébred. Közelben van player. Júj. Na, bízom. Gyere. Jó, hogy ez kutyám. Világsztár leszem. Egyszer. Ügyes vagy. Ajja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 jj
Ola kutya. Ja, hogy itt. Eltűnt a kutya egy pillanatra szemem elő. Faszom. Megírta SS, hogy jön. Ott van. Halló, halló. Halló. Hát, kicsit lefüstölt. Csak úgy csinálnak, kiesik a motornak. És hogy vagy, jó vagy? Már kicsit felraptam, de meg vagyok. A másik is a tiéd? Nem. Az már itt volt. Ja. Nekem még valamelyik publik van egy ramom, aminek be van törve az egyik ablak, és nem tudom, hogy hol van. Hát, mert meg lesz, mint szólt. Vagy beviszem, mert egy ablaktörésre be tudok menni. Az is. Számlát milyen névre írjam? Harald Oftedal. Köszi. Ja, be is fizetem itt a telefonról. Köszönöm. Szegény, nem tudja, hogy mi van. Már hogy Freya. Most azt nem látom, hogy felett volt. Jó,
Parancsoljon. Köszi, köszi. Halló, halló. Halló. Megjavítottuk azért, hogy elrakjuk. Amúgy itt van a ramom, és csak most vagyok, most ezt is megjavítatni. Csájöttem a járművőért. Jó, menjünk. Eje. Oh. Kézzel küldönök végeztünk a kihallgatásával az ilyen bizonyítékok mellett, beszálljuk őket a nemzeti garastamba. Igen. Zsíre. Várjátok, utána nézek a kutya garázdálkodásának, mert... Ja, hogy nem garázdálkodik, hanem fekszik egy helybe. Az se rossz. Indexeljél-e? Nem indexelnek, amúgy. Hali, hali! Ó, faszom. Most miért bugos az ajtó? Már megint. Na azért. Nem tudok semmit, fáradt vagyok, mint a rohadás. Veled mi a helyzet? Fuss, harald, fuss. Ő. Van nálam pénz? Van nálam pénz. Dó, ezt elkúrtam. Na innen lerakok egy 90 golyós azért MK2-t a tárolóban. Hups. Ennek lehet ez nem tett jót, hogy reggel meghaltam. És vegyünk innen egy 250-est. Ha, ki tudjuk venni. Megnyugodtam. Meg kéne egy szolgálati kés. Azt hiszem kés nincs. Na de van. Kés. Hogy... Ti. Ja, hát nem tudom, mennyire lesz majd itt izgalmat, mert valahogy amikor streamelem, akkor nincs izgalom. De alapvetően meg amint kikapcsolom a streamet, vagy amíg nem streamelek, addig meg annyi minden történik, hogy ez hihetetlen. Elvileg ma is lesz esemény. Ó, baszki. Ja. Kell magamhoz venni kaját, piát, vedékállót, az fontos. De miért elfogyott a kaja meg a pia? Ez jót a nagy lelki világon. Freja nem. Freja. De közben itt van Freja is. Ő a legnagyobb sztár egyébként. Csak néha szemét. Tonhán. Lépj be, aztán megtudod. Hát telefon volt, csak rányomtak. Mindig egy csináljék. Hol volt? Itt volt. What? Jó, majd átöltszünk a rendőrségbe. Nehéz 10?
Most voltunk lent. Mikor belépsz, az előjön a karaktered. Kívül, hogy több mint fél éve nem voltál fönn, mert akkor ezért törlődik. Nem, fél évnél még nem törlődik meg. Nekem is egy fél év kihagyásom volt. Hol vagy, Kálmán? Fent, tehát a fent a vizsgáltató helyen. Akkor előfordult, hogy törölték a karaktert. Jó, merre vagy? Jövünk, bocsi, csak nem voltam a rádiót. Na kíváncsi vagyok az NPC-kkel, most mennyire töröm össze az autómat. Hogy az NPC-kkel izgalmas az élet. Rahat agresszívak amúgy. Jaj. Anyád a dudász. Hívja a rendőrt. Az is itt van. Nem raktam le a kábémat. Szágulás, Dodge, szerelem. Szeretem ezt az autót amúgy. Már nem a bokketet. Tök menő ez az autó. Jézusom. Remélem az én sávon. Csúnya élmény lett volna, hogyha nem. Sérjék azt mondja a valóságba. Ja, hoppá, kicsit jobban reagál az autó. Ha! Kösz, kösz! Valaki melyik garázsba lesz tudna jönni légy, mert egy tudatban fogok tenni, és nem tudok egyedül menni. Hát mi most legyünk szövetségében, nem lehet, hogy lesz valami valaki közelebb. Melyik menjen egyedül, úgyhogy valaki menjen. Megyünk akkor vissza TD-re. Izgalmasak az NPC-k. Legalább oda kell figyelni, hogy az én üldözésnél, vagy vezetés közben nem lehet 280-nal menni mindenhol. Nem is mennek annyit a vállalkók. Jó, akkor itt megvárjuk a fiam. Egyet ott vagyunk már. Ups. Ezt nem látta senki. Ilyen nem történt. Lent vagy, tönti garázs? Sáll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 
Hova követnek és megnyugodtan. De így legalább nem kapok gyorsajtás számát. Akkor megyünk esesbe először, megnyugodtan. Na jó, nem. Jó, jön szembe se. Jó. Hát már Monika. Így kezdett adni egy autót. Csak találjuk oda esetben. Ez még egy fontos kérdés lesz.
akkor azt mondta rám, hogy csak fej vagyok. Wow. Az se volt player. Amúgy. Nos. Éljem. Rangi T8-a magát mindenkinek, később visszanézve. Jó, pénz, jó pénz. Mondjuk ezével kéne nyomatni. Karakarával, az elbírja az ütközéseket. Oké, bro. Na, legalább ide találtam. A GPS-nél. Jaj. Csak megszokom a kalást. Mi a fa? Attól a köttes indult, ott már egy gombra. Köszönöm, menjetek, véletlen volt. Véletlen volt. Pozitív, most küldték, véletlen volt. Halló, halló. Bár megint véletlen volt. Hát utoljártam, hogy a város itt az első lökhelyet, ami kicsit megnyomódott. Csak egyet ütöttél el. Na, ezért a kocsiját. Na, mondom, mi a helyzet. Igen, úgy, mint a tűzoltóknak. Befékezett előttem az autópályán. Hát az autópályán az finom, mondjuk. Szoktak ilyen, furán működnek autópályán. Mert ott valamiért kurva sokat vannak. Igen, meg ha túl sokáig feltartod őket, akkor a kamionok úgy gondolják, hogy ők tankok. Hát figyeltek, mert neki csúsztam egy kamionnak. Ezt meg akart verni a kamionos? Befizetem a számlát, amint egy kicsit többet látok, tehát egy ilyen két sarokkal arrébb. Na, bocsit vagyok. Figyelj, neki mentem egy kamionnak véletlenül, a csávó ütővel szállt ki már a kamionból. Igen, igen, tehát a kamionosok azok nagyon meg akarják cipőzni az embert. Tegnap nekem jött egy kamionos és még ő akart megverni. Az is jó mondjuk. Ja, izgalmas volt. De, poén. De amúgy, én élvezem, hogy most már vannak. Jajajaj, vagy ilyenkor fincsi lehet egy menekülés egy nemzeti után. Jaj, kiderül, csak lesz ma valami. Tegnap egyébként senki nem csinált semmit. Volt egy borászat, de mire odaértünk, már az is üres volt. Az ja, volt a vicces, hogy nem voltam a fegyverboltnál. Sheriff. Köszi hello. Szépen. Hello, hello, ha gyorsan hello. Megyünk, pakolunk egy nemzetit. Oké, okay, oké, okay, legalább lesz valami esemény. Hello, hello. Hello, hello. Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Freya. Most csak közben kutyát is fegyelmezek, ami már olyan egyszerű így. Hát be kéne csuknom az ablakot. Majdnem. Most csak azt mondom, hogy az új DLC-ből bejöjjenek az autók. Ez még zöld. Ez meg már zöld. Freya. Ez
körülnéz. Ó, hogy rohagy meg 85-től a 80-as trafi. Ó. Oh. Hello. Illegális cseleket hajtok végre. Azt nem tudom, hogy nekem azt lettek a büntetőpontjaim, vagy nem. Nem mondták, hogy lenne. De az, ami jelenti azt, hogy nincs. PD! Fuss, Harald, fuss! Feltöltöttem magam. Nem, a pisztolyra nem vettem semmit. És nem vettem ki Connert. Hát ez... Storage. Ott a csofat kis testemnek, ha még lennének kannáink. Ja, hogy 50 kanna volt a raktárban. De előfordult, hogy el is használták a kollégák. Én is kettőt el... kommunizáltam. Én a kettővel haltam, természetesen. Akarom én ezt tudni? Sheriff Téli. Írtó menő hely van a karakternek. Nem akarom tudni. Itt van. Bezárás. Jó, hát. Halló. Halló. Járvizet nem ész? Nem. Másik. Jó. Halló és visszállt. Egyszer, ha meglelövöm, meg meglepődni. Nem tryhardolom, már is. Utkó közben utaztam. Mi is a kis kutya? Ja. Jebó. Jó. És kéne találkozni a télapóval, meg a télanyóval, meg ilyenek. És kéne kapni ajándékot. Került. Kurva meleg van ide bent amúgy. Azt hittem legalább belebotlottam. Miért nincs senki a pénzben? Halló? Pedi, gyere, menjünk együtt. Van csak beszélni valam. Szokoda. Micsoda? Ja, bocsi, telefonáltam. Kösz, Bob, hogy rám baszod a telefon. Nézd meg. Bob. Ő itt Bob. Na. Akkor halló, itt előtt vagyok. Aki egyébként Pistike volt. Igen, vagy rádión. Kicsoda? Köszönöm, széket elvihetem. Kicsoda? Széket elvihetem. Persze. Közben Freja megkívásolt. Láttam. Azért, nem fél ide. Ja. Hát kiskutyám megszökésben van. Mert kiengedték. Freja!
Gyere. 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 Tudom, hogy sok ember van, meg izgal, na mindegy. Engedjük el. Nehéz tíz? Gyere. 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 Te tökön vágott. Füles. Jaj, bocs. Nagyon tökön vágott. Nem. Freja. Bocs, be kell csuknom az ajtót, amit ő kinyitott. Üdvözlőségben. Ha jó, hogy betétes cipőn. Nem néz ki. Tudom, hogy ott izgalmak vannak, de nem. Jaj, de tökön vágott ez a kutyus. Gyere. Hey. De leintoknak. Csúnya, gondoszak. Álmom, hogy nem ütetják le. Na. Fel kell venni a sheriff sapkát. A minden tűmenőbb sheriff sapkámat. Fekszik. Akkor nem. Hát jól van. Na. Halló? Állj a törvény nevében. Na, hát ezt így kell. Az buli. Valaki dudálgat jobbra-balra. Nagyon tökön vágott a kutya. Fú, pici. Gonosz amúgy. Pontosabban tud gonoszkodni. Most komolyan nem reagál egy sheriff se a hívásra? Hello? És így nem menjek egyedül járőrözni. Zét. Chargerét. Teljesen szabályos rendőrként. Ne akadj! Valakinek tudott a tagusza is, igen. Szóval, hogy fogott a tagusz is. Telefon, rádió. De hogy itt már nincs senki. Ez ami nem tudom milyen hely, de írtó menő. Jó, hogy effektív, ez bizonyíték raktár lenne, csak nincs kell használni. Ezeket ezt tudom törni? Nem. Na, baszki.
Ugye leülök számítózni. Menj már ki. És se tudom, hogy ki. Majdnem harald. Taurus, hogy itt van? Ez itt van. Ahogy jöttem, bejöttek az NPC-k, szinte semmi rablás nem volt. Tehát konkrétan volt egy barászat, meg volt egy sztoris nemzeti bank, mert nem találtak túlszakat. Nagyon jó. Nem tudjuk, hogy hogy működnek az NPC-k egy üldözésben. Hello? Hello? Hé, végre valaki, aki visszaköszön. Ez egy nem megszokott jelenség. Hát most nem. Akárkit találok, odafutok hozzá, köszönök neki, és semmi. Hát megköcsögök. Vagy igen, csak gondolkodni. Na, az is lehet. De és ez tök depresszív dolog ez így egybe. Igen, igen. Úgy hívok, hogy mert téged nem ismered le. Harald. 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 Ja, Harald. Ja, akkor a nevem is lehet, hogy Dwayne vagyok. Szia. Szia. Azért lenne üs. Nem is lehet, hogy csak fajznak két nézően bőtőni. Úgy nem tudom, hogy ez John Dennis Teo vagy valaki van a városban. Ezért tuti a Dallas, mert ő már bejelentkezett. Jó. Köszönni a rőzővel mit csinálni. Aha, de hadd nevezessek. Jó, jó. Már én ilyen vakond alakulat vagyok. Ja. Ja, csúnya vakondozás lenne. Már most ez egy relatíve stabil a játék. Ez Arton? Ha úgy néztem. Jó. Végre történik valami. Ki tudsz szállni gyors megtanulni? Persze. Szóval elnézünk esélyre. Hát én már csak 9-szer javítottam eddig autót. Miért nektek nem ingyenes? De csak nem akkor, amikor nincsenek a városban. Ja. Plusz a saját autók nem. De hát igen, nekünk is csak a szolgálati. Belizben is az volt, csak megszűntek. Ja. Megértem, hogy szinte addig voltak már ott emberek. Igen. Meg hát a színvonal is sokat romlott. Hát igen. Már füstölünk. Lehet, hogy nem érünk el odáig. Nem baj, akkor megvárjuk őket. Persze, van idő. Tegnap is semmi. Hát tegnap sem volt konkrétan semmi. Volt egy borászat, meg volt egy... A Nemzeti Bankban akart egy ilyen szekta valami véráldozatot bemutatni a nagymajomnak. Az érdekel. És beriasztott a riasztot. Tegnap nem voltam. Ma meg... Csak a szokásos történt 10 árban. Lelőttem egy embert, vagy ilyen. Azt hittem csak a szokásos, hogy a Phoenix kirabolt a háromszor a Nemzetit. Ja nem. 50 autóval, 50 felé. Én egy fegyvert láttam az ember, mikor akartam bevinni. Hát aztán nem vártam meg értet, hogy lából lőjön, vagy fejbe. Miért nem? Lelőttem. Viszont miért nem? Múltkor is érted, hogy fogja rám az ember a fegyvert,
hogy azért nem állszak fel a létrám, lőni fogom, meg lesokkoltam. Hát elerültem. Olyan is volt, hogy véletlen azt vettem elő. Várjál, szeretjük. Nem is volt, hogy véletlenül elővettem a hát fegyvert a sokkolóban. Fegyvert nem tett rám, és be is hallott egy egyből lődjétől. Ó, nekem kellett a vallomás az úrnak, úgyhogy jó, muszáj volt sokkolni. És meg mindig nem raktam le a pénzt, amúgy. Jó, mondom, itt fogom megnézni, mert most megnyugodtam. Kösz, kösz. Rók, itt vagy rádión? Haló. Igen. Remélem, bekezdődik. Már is van. Ne fel, telefonod, létszik. Itt nem lehet. Hát? Császi. Ugye ez nagyon agresszívak a városiak. Halló, ez mit csinált? Átment a pirosra. Szeretem uram, húzódjon félre, kérem. Dwayne Carter járőrűkül a Santa Szélendőt kap. Dwayne Carter járőrűkül a kap. What? Nem láttál semmit. Nem. Lerázta. Belett a moltba. Hozzá egy se szólt. Hát igen, be volt egy szín nélkül. Hát ezt így kell. Persze. Valakit meg akarok, amúgy büntetjük valakit, félre kell állni. Hát talán ilyen azért embereket, akiket meg tudsz. Hát igen, igen, én is ilyen akarok gondolni. Ezek a községvárosok, úgyhogy ezek nem állnak félre. De csak egy idő után előfordul, hogy neked jönnek. Ja, igen. Vagy pici? Én is ezt most olvasok. Majd egyszer, ha betölti. Jól. Nyugi, Frey. Hosszunk parkoló bírságokat. Ezek jó helyen parkolnak. De nem mind. Tehát láttam már a városban a szuparkoló autót. Hát... Én is láttam, nem is egyet. Egyébként szerintem minden második ember az út közepén áll meg. Hol lehet egy ember? Jól! Hát vagyok oktopusztán. De jó, hogy most javítottál autót. Na, kicsit lekarcoltam. Ja, a bal első lámpát is.
Na, minek az? Ott ja, a jobb belső. Végülis? Hát ott itt vannak emberek. Ja, és már is van két tilosban parkoló. Hát fenn a járda szigeten. Sőt, igazából az összes tilosban parkol a mentőautó is. Igen, egyébként. Azt hiszem, ezek oktopuszosak mondani. Ezek az autók. De mondjuk egy oktopuszos mutatta meg, hogy ott mögöttünk van ez a szép nagy parkoló. Ó, azt megnézem. Mögöttünk volt. Ja, de itt is van parkoló. Hát az az övék, tehát az nekik szolgálati, érted? Ez is, hogyha jól tudom, akkor... Vagy ezek az... Konkrétan, aki mondott, hogy a dolgozók ez itt? Ez itt dolgozói parkoló, igen. Meg ugye, aki nagyobb mennyiségben hoz nekik árut. Itt szembe ezt a parkolót, mondta a hölgy. Figyeld, ezt megállítjuk. Pirosnón az nem lehet, ugye? De lehet. Mindenféle színű lehet. Ez szűrűen, akkor azt mondták, hogy nem lehet kék meg piros. De lehet, villogó kék meg piros nem lehet. Minden is nem szokott volna. Csak a forgalmiba kell benne lennie. Tehát ugye ennyi. Ja. Ha nincs benne, akkor meg illegális módosítás mehetik. Vagy ha nincs forgalmia. Ja, hát, akkor meg igen, akkor meg mindkettő. Most komolyan előadva tartja a szabályokat, mert mögött ad egy rendőrautó. Az rip. Nem van elzen tisztét. Jó, Dih. Nem volt sokan. Ez hol Wings-os autó, ha jól látom. Úgy jobbra tartson. De ez egy kanyarodó sáv. Plusz lakott területen belül, ez csak a teherautókra vonatkozik, meg a buszokra. Itt Amerikában? Amerikában is jobbra tarts. Amerikában ott mész, ahol akarsz. Kivéve a szembesáv. Bocsi, beégtem. Nem tudom a kreszt. Ó, én szoktam kresztből korepetálni embereket, hogy meglegyen a jogsiuk. Szerintem az bár nagyon messze van. Egyébként én azt gyanítom, hogy senki nem mer rabolni, mióta a városiak visszatértek. Mert nem tudják, hogy hogy viselkednének. Mi jó? Au. Szemből kipitelt egy városi. Jó, ők is jóba voltak vele. Ugyanolyannal. Meg vagyok úgy? Meg, persze. De... Ez a másik rendőr volt. De ez pedig szerintem az a mentőrnek kéne húzódnia. Nem, csak hogyha van hangjelzés is. Volt hangjelzés? Nem volt. De volt. Kapcsoltam. Kiklippelhetem, átküldhetem. Jó. Úgy is volt. Bízok az igazamba. Meg a szembe jövő egyébként olyankor csak megállni szokott. Haló? Ne. Hű, baszki. Na, hagyjad csak. Hol ír? Halló. Halló.
belénk jött szemből egy ember, mert itt a kollega nem nagyon tud vezetni. Milyen jó, hogy én szálltam ki az anyósülésre. Jobb kormányos. Aha. Matta. Tehát ott lehet, megvan, megvan mi volt a probléma. Gyere légy tős iroda. Megyek, igen. Shut le. Most ugye elkezdek rajta ugrálni, és az ilyen varázs érintés lesz. Meg fölnyitom közben a csókolózó motorházat, hogy hello. Járőr vagyok vagy? Nem, nyomozó. Ja, ez a serifségnél egy külön rang. Aha. És ez hányadik? Kiképző tiszt fölött. Jó. Mi volt a vagy serif? Egy hónapja. Az igen. De akkor ott valamivel könnyebben lehet akkor. Nem, ezt nagyon csúnyán ki kellett érdemelni. Ja. Mondjuk egy hónap vagyok én is rendőr, ezt a járőr vagyok. Mondjuk ez a járőr pozíció egyébként nekem teljesen megfelel. Hát nekünk de, a... Bocsony fegyverem azt. Ugye nálunk nincs kadét külön, tehát az akadémisták a kadétok. És ja, egy hét nálunk az akadémia. Igen, ja, azt várom. Ugye abból leszel járőr, ha sikeres vizsgát teszel. Hát utána tudsz átjutni járőrvezetőbe, nekem az mondjuk kimaradt, mert a kiképzőtiszt is. Mert egyébként a kiképzőtiszt az, hogy elvileg egy rangban van, de egy dollárral többet keresek 20 percenként. Ja. Rohadj meg, Dominik, köszi. Szegény Dominik. Amúgy lehet, hogy most leadom a szavit. Jó van, nyugodtan. További jó szót akkor. Neked is, csáv csáv. Minkáztatózom. Megszerzem leadom a streamet. Hello. Csak az út benne van. Micsodálva? Járőrtársat keresek. De csak nyugodtan, csak hadd ne én vezessek, mert akkor nagyon csúnyán a föld alól fogjuk nézni a világot. Jó, akkor hozol a garázsba az autót. Adhatok autót, tehát ez nem probléma csak. De hát amúgy probléma, mert itt nem tudok autót kivenni. Zsukó vagyok egyébként. Én pedig Harald. Ezért fog bekattani. Hívj végre valaki elsőre, kibírta mondani a nevemet. Akkor most már ezek szerint jó. Hát valahogy úgy. Bár a városok egy kicsit többször törtek ma össze, mint sem szerettem volna. A legjobb, hát az, a legjobb az az volt, hogy próbálok lefoglalni egy autót, mert az út közepén döntött úgy a városi, hogy elalszik benne. És hát közben előtt egy másik városi. És így mi a fasz? Én is így Kodival tegnap járőröztem, kérdezi, hogy milyen kocsit hozzam, hogy akkor még kadét voltam. Mondom neki, hogy hát hozzál egy Dodge-ot, nézzük meg. Aha, azt mondja, hogy szar lesz. Na már mondom, miért? Itt vannak a városiak. Nem fogsz tudni vele menni, úgyis volt. Két utcát mentünk, hívtuk az SS-t. Kegyetlen, hogy hát, hívjálnak. Főleg autópályán, hogyha feltartod őket, az kegyetlen. Egyszer csak a kamionosok megelégelik, azt elindulnak. Belső sávból intézőjött, hogy kanyarodik a külsőbe. És onnan kanyarodik, hogy véglegesen ez be az utcába. Igen. Belső sávból kanyarodnak. Lefoglaljuk. Csak. És kiterült a kisasszony. Tök cukin alszízik. Megmutatnám, de nem tudom úgy forgatni a kamerát, hogy ez úgy jó legyen. És szerintem a nagyon rövid stream lesz. Ez úgy kb. 10 percet megy, ezt lelövöm. Pedig most lesznek izgalmak. Szegényos éhes, nem vagy? Nem, van nálam minden. Túlélő felszerelésem van. Mi a helyzet a városra, van bűn?
Nagyon csendes. Nagyon csendes. Hát gondolom, hogy a városértől senki nem mer semmit csinálni, mert senki nem tudja, hogy mit reagálnak. Tehát mi próbálkoztunk tegnap egy ilyen üldözést leszimulálni két akademistánkkal. Hát, szóval egyszer nekik volt probléma, egyszer nekünk volt probléma, elég érdekes volt. Akkor ez az oka annak, hogy nincsen bűn a városiak. Hát meg jön a karácsony, tudod, mindenki szeretet ünnepe, meg lófasz, meg esti fény. Ja, bocsi, nem mondunk, mert a karácsonyra elindítok, tényleg a szeretet ünnepe. Szia, Patrik. Nem szítjuk hangosan. Hangosan nem. Szia, Patrik, merre vagy? De ez nem az az autó, ahol nem lehetne. Mondjuk egyébként szerintem illegál oldalról nagyon sok lehetőség van ezekben a városiakban. Nagyon, tényleg. Mondjuk a Holvings az használja is egyébként, azt észrevettem, hogy ők azért kiaknázzák ezt. Ugye ők szoktak ilyen eladásokat csinálni fenn a gazdag negyedbe. És direkt olyan autót vettek az autókerben, ami arra gyakori. Tehát nem hülyék. Tegnap volt ilyen eladásos sorozat. Az mentem, Holvings amúgy. És mint hogy itt jobbra bent az utcába adtak volna el. Aha. És így ennyivel túljöttem, visszakanyarodtam, és már nem volt ott az ember. És nem tudtam, igen, hogy hol ment. Annyi városi autó volt. Bekapcsoltam ezt a rendszámolvasó rendszerünket, és nem találtam egyszerűen az embert. Hát meg csinálják ők gyalogosan is, tehát gyors odaugrik, eladja gyors cuccokat, és átúrik a kerítésen, és már nem is látod. Tehát múltkor megfogtunk hármat egyszerre, de összehangolt akció volt, 9 rendőrnek sikerült ezt a hármat elkapni. Ami valljuk be, hogy azért egy kicsit nevetséges, hogy 9 rendvédelm is ugrik egy izére, vagy 3 izére elkövetőre. Hát ha kell, akkor kell, legalább meglettek. Hát meg akkor sem volt túl sok dolgunk. Tehát kaptunk egy értesítést a lakosságtól, hogy ez egy gyanús tevékenységet folytatnak, vagy hogy tárgyakat adnak el. Az ott volt 14 rendőrautó hirtelen. Ah, megnézzük az új Blutzot. Nincs rá? Blutz. Van új Blutz. Nem tudom. Azért pirosak. Régen voltak itt a városban, aztán hallottam most... Róla. Hát, múltkor raboltak egyet. Pont itt ide jöttek be ezekkel. Ilyen piros színű autóik vannak. Meg piros ruhákban vannak. Nem gettósok, olyan eredeti gettó gyerekek. Tannó voltam itt, még csümbe voltam ugye. Ja. Aztán voltak itt események. Kijártunk az utca végéről, néztük mindig telefonnal. De most ők újra vannak ilyen, hát alakuló félben, ha jól láttam. Tehát ők még nagyon-nagyon kis gyerekcipőben járnak, és szóval próbálnak felnőni a régi Blutzhoz. De hát tényleg az, hogy egy eladás nem csippan. De lehet, hogy mindenki ezeket az autóversenyeket nyomja. Hogy azt mostantól lehet ilyen normálisakat szervezni. Hát na igen, de hát ugye az is illegális, nincs bejelentve. Mondjuk SH versenyét sose állítottuk meg. Száguldoznak városba. Abba is lehet jó kis üldözéseket csinálni. Hát lehetne, de nem ugrik rá rendvédelem annyira, mint sem lehetne, úgyhogy... Sok minden van, amire ugorhatnánk, csak valahogy nem akarunk. Na, akkor majd gyertek és a szélmalmokhoz kell menni, onnan indul. Tessék, pont a rendőr szervez egy versenyt. Épp ezt akartam. De jó, mondjuk érted, ő legalább a rendőrségnek bejelentette. Igen, arra tudjuk. Hány sofőr van?
Egy. Kettő. Jó, álljon a sofőrök, jó, és akkor megszámolom a... Kihez lehet beszállni, aki jól vezet? Jó, akkor semmi. Aztán tudtam, hogy aki versenyzik. Azt tudom, hol vannak szélmalmi. Hát én az a gond, hogy többet is tudok. Hogy szél erőműre gondolt volna? Szerintem igen. Még mindenki tankolja, meg hozunk kannát majd. Ott se lesz elég majd ahhoz. Tankoltak, csak hozzatok kannát. Szerintem egyébként Sandy, nem? A Sandy körül van, igen. Jó, az a lényeg, hogy egy kicsit nem lesz hosszú. Ehhez kicsit hosszú lesz, de figyeljetek majd. Tök jók ezek az NPC-k, vagy a valóban? Betörjétek össze egymást. Jól indul a verseny. Félreállok tankolni. Jó van. Tisztelet, kezdeni a tisztelet. Te vagy, ha akarsz versenyezni, akkor gyere. Oszd a hót. Na, indulunk. Épp lassan. Nézem már, mivel én nem versenyzek. Terménytek. Gyere a szélmagokhoz. Kös. Rufi helyre, helyre mennek. Egy civil. Civil, nem tud vezetni. Bányahídig vagyunk. Jó, hányan vagytok amúgy? Patrick, hol vagy? Aki megszámolja, hányan túl van? 8 körülbelül. Lána van 10.000 dollárok. KP-ban? Igen, 80. Igen, KP-ban 11.000 van nálam. Jó. Rufi, vagy? És az a lényeg, majd a verseny közben ne használjátok jövőből. Helivel megyek ki. Ahogy nem nézünk rá a drogföldekre, hogy van egy ilyen vagyunk. Most verseny van majd utána. Még 8, vagyunk 8 maradunk. Kocsival. Hát többen beértünk a célba végül. 8-an vagytok? 8-an, aha. Még itt vagyok én is, lemaradtam egy kicsit. Akkor 9. Brooke siet. Jó, emelem a kézet, jó? 10 ezeret adok mindegyik őtök kezébe. Jó, jó. Kiszálltam, már mindegy kapom a pénzt és kiszálltam. Pitelni engedélyezet? Ne pitelj, mivel a hegyekbe egy olyan részen megyünk, ami nagyon keskeny, és ott figyelni kell. De majd meglátjátok, miután bejelöltik az útvonalat. Nekünk kell egy kis idő. Tudtok várni, csak szendéseléptégen kivetünk egy autót. Küldök kordit, majd hova kell gyert. Jól van, de hibra a 10-4. Most mi is oda megyünk? Ah, kinézünk. Gondolom nem indulsz a versenyen. Nem tudom mennyibe kerül. Hát Brooke elvileg odaadja, csak közé egy tankó kell hozzá. Ja, akkor ugye. Ide figyeljetek, Genyó, ez a szerint. Genyó, akkor Genyó, figyeljetek ide, hogy versenyzik. Az menjen át az ötösre, jó? Akkor mindenki versenyzik. Éppen dolgozunk, de nyugodtan folytassad. Meg egyébként sem próbáltam még ki, hogy megy ez az ajtó fel. Voltak jobbra ezek a szélerőre. Oké. Itt vissza. Körötös. Aha. Teljesen szabályos rendőr. Bal. Ez balra van. Ez meg jobbra. Most már jobbra vannak. Valahol, valahol itt arrébb tudsz felmenni. Ha egyszerre úgy döntök, hogy előveszem a telefont, akkor azért bejelölöm. Jött a Kordi. Na. Jelöltem. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Jaj, itt mennyit motoroztam régen. Jó kis hely egyébként. Hát itt a hó nélkül, akkor ez így off gondolom. Hát kérdezd meg most. Már ez az a gond, hogy a Taurus gyorsabb. Tisztelet. Hello, Tahóval kérdezik. Csak Tahóval lehet? Aha.
vagy Raptor. Fúzós, neked nem fúzós. Nem, nagyon szent és elégségen tudok neked adni Tau-t meg Raptort. Hát ha gondolod. Aha, annyira nem lényeg. Menjenek, ne várjanak. Nem, mint hogyha nem lenne idejük. Mindenki izgul már biztos. Igen, mikor lesz rablás, meg ilyesmi? Hát, az például én is várom. Hát van egy rossz hírem, a december az tavaly is ilyen volt. Majdnem. Ha, majdnem. Az az ujjamat nem raktam volna két autó közé. Hát én sem. Rohadtul nem történik semmi. Kicsit átmegyek csak azért illegálba, hogy legyen valami kontentje a rendőröknek. Ennek azért rendesen a városiak is. Igen, ők sokan vannak, ők nagyon nyomják. De és komolyan elgondolkodtam azon, hogy csak azért átmegyek illegálba, hogy legyen kontentje ezeknek a PD-nek meg a sheriffségnek. Csak nincs elég ismerősöm a szerveren. Mikkel lehetne valamit csinálni. Azt nem szeretem, amikor az autópályán megyek, felnyom a szirénát, meg a villogót, vagy mindegy, csak a villogót, és észrevesz, hogy jövök mögötte, és befordul középre. Ó, van annál rosszabb is, Nyugi. De úgy tudtam, hogy csak a hangra mennek félre. Na így? Igen. Au. Pont így. Számítana rá az ember, hogy kikanyarodik. Hát de bepánikol, érted? Ezt a lófaszt. De miért középre húzza akkor is? Hát mert megijed. Leblokkol. Elmegyek mosófrakiba. Baszki. De az is rohadt unalmas, és azok se rabolnak semmit. Faszom. Nem mint hogy kurva ügyes lennék, de én vagyok az első, akit elkapnának. Visszahozom Olafot, annak már úgyis mindegy. A mentő nagyon siet, ha ő szirénázott. De nem. Az egy mentő volt? Aha. Én nagyon szürkének láttam. Mentő autó. Én nagyon szürkének láttam. Hol szirénázik? A vén csatalóak. Szirénát hallok. Én csak hallottam az előbb. Ti-t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 i. De látni nem látom, hogy hol lehet. Én se. Mi van a Giuseppe-vel? Nem tudom. Az is a halálán van. Hát most majdnem minden, nem nagyon vannak emberek a városban. Az éttermeknek megy. Azt így nagyjából ennyi. Látod, nincs itt senki. Megszűnt a weboldaluk is amúgy. Pedig akartam ide jönni, most már napok óta jövök ide, hogy veszek magamnak egy Komoda típusú városi gépjárművet. Mert állítólag van nekik, gyakorlatilag meg sosincs itt senki. Hát mikor volt is, de kirúgták az életét, akinek volt, akkor az nyilván az övé.
Nem, azt tudom, hogy azt úgy intézik, hogy akkor megveszi tőle a cég, cégvezető. Város volt ilyen gyorsan jött. Vagy nem, de... Helyi lakos jó jó neki. Néha ők is szoktak ám. Nem tudom, mit szólnál kérünk tőle a jogosítványon forgalmat. Sőt, versenyezni is szoktak egyébként. Azt tegnap megnéztünk egyet, hogy versenyeztek. Ki nyert? Nem tudom, mert aztán én beestem a földele. Én vakon lettem. És megint tilosban parkol mindenki. Aha, oké, okay. Jó. Úgy érzem, hogy itt van valami. Nagyon komoly pislók. Fasz. Én nem tudom, nekem itt nem változott semmi. Kivéve, ha előveszem a telefonomat, akkor meghalt a pislogásom. Hol, mi? Nem, rossz, nem. Itt vagy, kolega? Akkor ott voltam a közmunkatéren. Nyomattam ezerrel a közmunkát. Mert gyökér voltam és elhoztam a lépést, és már felhúztak így COC-kerül. Igen, itt vagyok. Oksa. Történt olyan aztán így... Nem nyíltak a szemeim kifele. Egy feketeség, sötétség, meg ilyenek. Nekem az csak akkor van, hogyha előveszem a telefonomat. Vagy hoppa, hogyha a zsebemet akarom megnézni. Mi hoppá? Parkolunk a járdán. Az nem annyira városi autó. Annyira nem. Szia, Laki! Legyen nincs ilyen kép, csak megbaszogatjuk, hogy miért a járdán állt meg. Mi a helyzet? Még annyira nem ilyen sok karakter, de azért összünk egy nuggetset. Ugye, hogy neked még szünet van, én még dolgozom. Most mióta lehet újra venni, mindenkinek ilyenje van. Én nem tudom, én gondolkodtam rajta, de mivel nekem nem tetszik ez az autó, azért meg nem veszek autót, annyi nem tetszik, csak sokkal megy. Tehát, ja, inkább elengedtem. Na, én még dolgozom. 4 napot. Csak jelentéseket kéne írnom a heteimről, mert... Én is régen megvettem a Bentley-t, Ventaiga. Jó drágán. Jó, na ott tegye meg a fele. Aztán 2 hét múlva töredéke volt. Hát én a RAM-mal jártam így. Jó, mondjuk nekem ott kellett fél év a kettő közt, hogy a töredéke legyen, de... Ja. Az se volt jó érzés. Hát még van egy pár autó, amit én megvettem nagy izé bitcoinokért, aztán most a tök olcsón meg lehet venni őket. Tudom, még egy gyereshetem, aztán annyi. Én befejeztem szerintem. Hát nekem azért elég sok mindenem van. Régen megengedhettem magamnak. Most annyira nem, tehát erről most nem nyilatkozok, hogy most megengedhetem magamnak. Hát én inkább eliszom. Amit hallottam, lehet azt is venni ebből a pénzből. Én szemekre gyűjtök.
Kell egy szemműtét, egy ilyen bővítő műtét. Hát ez nekem is kellene már. Jó, hát neked még mindig stabilabb a látásod, mint az enyém. Nekem csak 10-50-es lencsém van. Akkor nem stabilabb. Ugyanaz? Nem, még rosszabb. Mert? Nekem milyen lencséid vannak? Hát... elég... alulértékelt és nem ismert. 10-30 vagy 9-40? Nem, Quadro 2200. Ja. 6-os diopriával. Hát nekem az a gond, hogy nekem ugye ez 4-es dioptria. Mondjuk amire bővíteni szeretném, az is az, csak az már stabilabb. Na, meg 16-50-es lencse. Szerintem még egy 5 órán keresztül ott öltözködni fog. Van a drágnál tartunk. Ott még utána van cipő, kezek, ja nem a kezek, azok már voltak. Sapka, meg ilyenek. Többen vannak, ha jól látom. Hát nagyon max 2-en vannak azzal az autóban. Az mondjuk jogos nagyon. Bár jöhettek gyalog is. Meg biciklivel, meg ilyenek. Csak biciklit is le kéne rakni valahova. De az is lehet, hogy itt szenvedtek hajótörést. Tényleg kollega, te tudod, hogy miért nincs a Ruszlinak szeme? Nem, miért? Hogy ne csípje a hagyma. És jön akkor, hogyha a zsidó álló fasszal neki megy a falnak. Hát... jaj, ezért eltörik az orra, de... én nem biztos, hogy annyira jó volt ez a vicc nekem. Hát nem a származása alapján, hanem a testkamera alapján. Az mondjuk probléma. Nem baj, majd másik platformon elérhető marad. Jó, múltkor az egyik kollégánk a színes bőrűekről beszélt, csak nem olyan stílusban, ami annyira EU-komfort lenne. Ne, megmondtam. És az is így a testkamera alatt, és... ja. Megint szirénát hallok. Peti kollega. Egyébként én is. És remélem nem menti. Tudunk neki segíteni. Segíthetünk a mentőnek is. Most mi történik? Tudnának segíteni? Tisztelt, persze. Persze. Hát a... szép napokat az uram. Szép na, hát annyi volt, hogy én jöttem itt a saját csávomban, és az úriember pedig pont bekanyarodott, és nekem jött. És azt mondja, hogy az én hibám. Ki melyik autóval van? Enyém adszorban. S13-mal. Igen, tippeltettem volna, hogy driftsul is úriember van a drift autóval. Én azért megkérdeztem biztonság kedvéért. Én mertem volna erre egy nagyobb összegi tippet föltenni. Mondjuk egyébként 6x6-tól is jönni, amúgy nem. Az úr mit tud a drift autók használatáról, ha már a drift csúlyánál dolgozik? Minden. Városon belül milyen szabály írja elő a használatát? Városon belül ugyanaz, mint a többi autóra. Azt, hogy nem megyünk oda keresztbe, konkrét. És nem is jöttem oda keresztbe, szépen okosba jöttem vele. Nem, de az én sávomba jöttél. De hogy mentem én a te sávodba, Geri. Akkor hogy a faszba jöttél? Nézem, itt állok saját sávomba. Hogy jöttél nekem akkor? Ezt mondom, hogy... én nem mentem neked, tess. Nem a fasz. Jó, hát a friss hol elárulja a keréknyomokat. Menjen innen, haladjon tovább, nincs itt semmi látnivaló.
Összeérzem magad itt engem. Az igen. Akkor. Hát csak majdnem az ütött engem. Ha jól látom, innen jött az úr, ugye? Abból az irányból. Igen, abból az irányból jöttem, igen. Ez mondjuk tény, hogy elég kis ívem a kanyart. És az is, hogy a 6x6 a sávjában van. Hát meg az, hogy konkrét a 6x6, majdnem, hogy kint van már a kereszteződésből, úgyhogy piros lámpája volt. De nem vagyok. De hát, hogyha... Semmi probléma egyébként, hogyha ugye Gergő barátom is elengedi, akkor... Hát én nem akartam feljelentést tenni, csak az igazamot akartam. Igen. Hát akar egy álmát, nem látsz, hogy mi van itt? Tudok segíteni, uram. Ennyien már innen. Haladjon tovább. Nincs itt semmi látnivaló. Egyébként hogy vannak a rendőri, illetve a serif urak? Jön, meg vagyok. Hogy telik a szolgálat? Hát egyelőre nem túl sok eseménnyel. Mióta megjöttek a városiak, azóta alig történik valami. Hát, hál' Istennek, nem? Hát végül is igen, csak értik. Tehát így azért a céltalan járőrözés is egy ilyen érdekes dolog. Ott meg úgy érezte emberünk, hogy everybody station out accreditation. Azaz. Én hát, megmutatném. Ő benszülött. Tudom. Ő megijedt a zseblámpámtól, és ez miatt behajtott a Kokatus nevű szórakozóhely udvarára. Én is lehet behajtanék, hogyha elvakítan egy nagy fényű zseblámba. Hát de rendőrintézkedés alatt érted? Tehát miért jön 3 centivel mellettem, mert konkrét lesújt volt? Szerintem én magukat nem is tartom fel, tovább nem tudom, Geri, te hogy érzed? Köszönjük szépen. Menjük a dolgunkra, köszönjük szépen. Kötessége tartom, viszlát. Ahogy víz van, tesi. Azt még ismerik egymást. Igen. Jó, múltkor én Dallas-t nyomtam fel a PD-n. Bizony. Amúgy itt van fejtel. Kezdődik. Csak most nem akart felugrani. Végre történik valami. Freja. Gyere. Gyere csak. Itt van. Itt van a nagy lány. Te cuki. Én nem utazok ide. Nem azt mondtam, hogy jaj játszom. Utasd meg magad a nézőkre. Úgy. Rádiózó kollega, négyesen vagyunk. Én is a négyesen vagyok, de nem tört. Tehát senki nincs a négyesen rajtunk kívül. Szerintem van egy hölgy kollega. Van valaki négyes rádión? Pozitív. Gazdag negyedben üldözünk 2 gépjárművet, egy piros színű, talán Kiát, meg ha minden igaz, egy kék színű Bugattit. 5 perc. Akkorok is megyek. Ha tudsz infózni, akkor megyek. A paintballtól 2 utcával vagyunk északabbra, most megyünk ki a főúthoz. Ami jön be a gazdag negyed felől be a dimenzinához. 14-es út. És fordulunk le a város felé. Templom mellett. Templom mellett haladunk. Hát a Kia ütközött. Kell erősítés? Igen, kell. Egyes fejlődött, már indultam. Merre vagy? A Paintball utcáját most hagytuk el itt a főúton. Ez a 9-es bolt, ugye? Igen. 9-es boltnál most haladunk el, fordulunk ki jobbra, tehát a nyugati irányba. Kertészet. Oktopusz. Oktopusz felé most fordulunk le.
Oktopusz utcáján fordulunk be keleti irányba. Filmforgatásra most hajtunk be. Filmforgatásra most hajtunk ki. A golfklub déli részénél most haladunk nyugati irányba. Látok titeket. Jaj, nincs benzinem. Hát nekünk is sok az a helyzet. És akkor még most tankolj. Egyébként ez John Wick kiállja, ha jól látom. Ismét fordulunk John le Oktopusz felé. Igen. Ha jól látom, nem biztos egyébként. Csak maradtunk a városba és pára járőrözni. Persze, nem is baj az. Egyébként, ha jól láttam, többen ülnek a járműben. Jó, végeztünk az amburásság érekeinkból. Golfklub déli része. Jó, füstölnek. Egyébként már füstöl. Jó, mondjuk mivel faltól falig ment az előbb, így ezt megértem. A Bugattival versenyeztek az előbb. Kérségesség a Tori, vagy a Bugatti? Bugatti bevezetője nem szükséges. Itt leszek közelben bármilyen szóljátok. Hát mivel füstöl, így valószínűleg ugratni fog. Ilyen utolsó reménysugárként. Vagy nem. Az a Dodge az igencsak nyúl volt. Füstöl már lehet át. Ja, mondjuk bugában nem szállnak át több. A bugával alapból versenyeztek. Kiállunk tankolni. Versenyre lecsapunk, ami itt a publiknál? Itt a gázis verseny? Lecsaphatunk. Nyugi fejjel. Csak még üldözünk. A szabad egységek gyülekeznünk a raboltnál PD mellett. Nyugi. Nagy füli. Úgy dalom, hogy hamar kifogy ez az anyag. Hát mert a Taurusnak van a legkisebb tankja, nem tudom, azt figyelted-e? Nem még. Azt hiszem 55 literes neki. Majdnem beszálltam. Ajaj, ez ügyes van a liver. Megcsúsztam, azt majdnem beültem a ülésre, érted? Elhozgál el, hol lesz verseny, vagy mit csinál? Főpubliknál mindjárt. A PD melletti rumabortnál van gyülekező a szabad egységeket. 65. Rendben, hogy mind tervezzük az akciót? 65 literes. Nekem valamiért sok 50 volt. Akkor már elindult, ahol lenne annyi? Bemenekültek az utcájukba, nem menjünk utána. Hát szerintem, amikor így ott van legalább a szervező, vagy hát miért szokott vannak. Kapcsolod le a villogot. Bementek a Főnix otthonba, úgyhogy oda nem kéne lemenni. Aztán mennék utána és megpróbálnak egyesével lekapcsolni a Storno. Segít állomány versenyzik. Nem edem, nem egy másik illegális verseny, amit ők csináltak. Azért nem az egész, a legjobb emberei itt vannak. Van, meg az nem illegális verseny, az forgalom előle lezárt területen van, és rendőrjárművekkel vezet és technikai tréning. Ha értem, ott van a pénzed. De azért, Brook fizeti. Jó, az üldözött járműveket elvesztettük, mert bemenekültek a Phoenix-et. Szóval igazoltad? Nekem meditálnom kéne egy 10-15 percet. Kirobbilak? Bennülök én addig a kocsiba csak. Vércukrodra figyelj. Az most ettem, most ittam. Nagyon max azzal lehet gond, hogy néha még máshogy látok dolgokat. De minden esetre veszek fel egy lövedékállót, hogy azt rángassa a biztonságjövés, ne engem.
nem tudom mi a probléma. Nem látom a kezemet. Ja, az repülős történet. De tegnap is volt már egy ilyen. De most sajnos fix repülős történet van. Ugye, hát nem lát a személytől. Én tovább megy. Ja, de akkor szerintem elbújok valami sikátorba az autóval, aztán repülök egyet. Jó van. Az a baj, az teljes repülőút. Ez kompletten. Srácok, én meg elköszönök. Ez a stream az ma eddig tartott. Mert most sem történik semmi izgalom, majd hogy lelövöm a streamet, akkor fog. Hát ne aggódjatok. Na, köszönöm a figyelmet, köszönöm, hogy itt voltatok. Freja is köszöni. A kis angyalkám. A kis cukiság. Na, egy cuki. Na, szép estét, szép hétvégét nektek. Mondjuk megpróbálok holnap is lenni, akkor holnap után. Holnap után biztos, hogy vagyok. Holnap nem biztos, az még majd kiderül. Na, sziasztok!